már minden esetre ma itt az idő, jó estét kívánok, hölgyek, urak! Közben megszaporodtunk, úgyhogy ha valakinek van valami jó kis kérdése, akkor nem a Ferikének, majd valaki azt. Majd aztán te is jöhetsz, persze. Valakinek van valami érdekes kérdése, akkor arra megpróbálunk valamilyen választ keresni. Hogyha bármivel kapcsolatban, teremtéssel kapcsolatban, vagy technológiával kapcsolatban, vagy szabad energiával kapcsolatban, tehát ha valakinek van valamilyen jó kis kérdése. Köszönöm, jó az a fény, mert akkor legalább látszok is majd a felvételen. Tehát nagyon érdekes, hogy eddig kérdezik. És örömmel mutatom nektek, hogy sikerült kinyomtatni a CRPSZ-ki háromszögnek a térbeli változatát. Ez tetraéderekből áll, így néz ki közelebbről. És ennek az a lényege, ezt már többször beszéltünk róla, hogy a Biblia valószínűleg egy ilyen hasonló mátrixban van megfejthető állapotban, tehát csak akkor tudjuk megfejteni, ha nem síkban próbáljuk a szöveget megfejteni. Mi az, hogy megfejteni? Hát le van írva, aztán jó. Hát ez a probléma, hogy most elvetted a hangomat, köszönöm. Tehát az a lényeg, hogy az meg mások. Tehát a Bibliának a betűit, hogyha belerakom ezekbe a tetraéderekbe, akkor nagyon korrekt elfordításokat nem lehet össze-visszaforgatni, hanem csak nagyon korrekt. Tehát élire lapjára, tehát mindig csak nagyon korrekt elfordításokkal forgatva, kijön belőle az Óhéber ABC, és még valamilyen más elforgatásokkal kijön belőle a latin ABC is, hozzáteszem, nem csak az Óhéber, és az azért izgalmas, még neked is, de lehet, hogy te belülről itt most durogni kezdesz, hogy mi a Óhéber ABC, mit kell azzal nekünk foglalkozni. De közben, csak hogy mondanám, hogy a Bibliában az egyik rétegben benne van, egyikben több rétegben is, benne van az emberiség életrajza, a tiéd is, név szerint, meg a tiéd. Érdekes lenne ez neked? Bizony. Egy nagyon rövid életrajz, tehát hogy mit tudom én, két feleséged lesz, lakatos leszel, meg mit tudom én, micsoda, de és ebből élsz, közben nem abból fogsz élni, hanem ebből. Tehát ez így nagyon tömören, három gyereked lesz, két fiú, egy lány, mit tudom, így megvan az egész életrajzod, ilyen tömören. És bizony megvan, ez a pálmaleveleken is megvan, és senki nem vitte el, de amikor oda ment, akkor nagyon meglepődött, mert felolvasták neki azt, hogy mivel foglalkozik, építés, stb. Tehát mindent elmondtak neki. Jó, de az utcáról bement, semmit nem tudtak róla, nem adta le az útlevelét, nem volt semmi, és mégis ennek ellenére elővették a rávonatkozó passzust, és már is olvasták föl neki az életét, minden benne volt, ami fontos volt az életében. És ahányan mentek, mindenkinek felolvasták ott az életét. Na most ettől kezdve várjál le gombot, szkeptikuskám, hogy oda mentek, csak helikopterre mész oda, és úgy ejtelnyivel érkezel, tehát hogy ne tudjanak téged kideríteni, hogy te ki vagy, és marhára szkeptikus vagy, akkor is fel fogják olvasni az életrajzodat. És az egyik haverom meg nem hitt benne, van két helyen van ilyen felolvasás, és átment a másik ilyen felolvasó helyre, jó messzire, 1000 kilométerre, mit tudom mennyire, és mi volt a válasz, amikor beült, hogy neki most elolvassák azt, hogy te már megkaptad a másik felolvasó helyen. Tehát azt is tudták. És benne volt az életrajzában, hogy mind a két helyen meg akarja hallgatni. Szóval egész hihetetlen. És tehát egyszer már megkaptad, menjél a nap felébe. Mit akarsz te itt? Tehát ennyire érdekes. Ez is a Bibliában benne van az egész magyarságnak az egész rajza, tehát a történelme, úgy, ahogy van részletesen. Tehát pontosan megtudhatjuk, hogy mi történt Attilával, mit tudom én, érdekes ez nekünk? Hát bizony, nagyon érdekes, és ezért már talán még Óhéberről is érdemes megtanulni, csak azért, hogy megtudjuk az igazat. Mert hogy ez 3200 éve ott van a szövegben. Ezben a Mózes 5 könyve az annyi idős. Na most az érdekes, hogy ott van benne leírva az egész emberiség történelme. Olyan részletességgel benne van, hogy a mai események benne vannak. Hát mit tudom, hogy benne volt a Kobe-i földrengés, dátumra, mikor lesz nagy földrengés, Kobe. Na most az nagyon érdekes, ugye, hogy a Kobe az akkor még egy mező volt.
Semmilyen város ott nem volt. Ez Japánban a Tokiótól délre eső nagy, óriási város, már egyben van olvadva teljesen Tokióval, tehát igazából egy város, de ez nagyon nagy terület. De akkor még nem volt ott semmiféle város, és annak ellenére benne van, hogy itt lesz a nagy földrengés, mikor a dátumra. Ez a jel, amit most föltett a Péter, ez van a tetraéderben, és ez, mi ez a jel, ki tudná közületek? Hát azok, ahogy régen járnak, azoknak már így lehet tudni, hogy ez igazából az atyának, az atya forrásnak az útvonala, az áramlási útvonala az időforrásban. Tehát ő saját magát ábrázolta ezzel a formával, és ezzel a formával le van írva a tej, ez az egyetlen egy betűvel le van írva az egész Biblia. Na most ettől kezdve egy betűvel. Egy betűvel nem lehet leírni valamit, mondja a szkeptikuskám. De bizony, ez egy térbeli betű, és annyira pontos elforgatások vannak, amiről beszéltem, de pontos elforgatásokkal kijön belőle a teljes ABC, sőt még a latin ABC is kijön belőle, és ez a jel, az a kis sárga színű csillag, de ez is speciál nem 6, hanem 5-ágú, az a sárga színű kis csillagocska, az a jelen, a rendszernek a jelene. Ennek van egy tükörképe, ha valaki erre kíváncsi, és látni akarja, akkor ezzel kezdődik az összes filmünk. Mozgásban, tehát nem statikusan, hanem mozgásban, ezzel a jellel kezdődik, vagyis az atya jelével kezdődik. Mi nem hiszünk az Istenben, ha nem tudjuk. Nagy különbség, óriási különbség. Lehet, hogy neki nincs vele semmi baj, de nagy különbség. És itt vannak a betűk, hogy mutogatja el, kézzel már megvannak ez ilyen, mint ha süketném a beszéd, tehát elmutogatja siket, na, megszólalt valakinek a fejébe, és az a mutogatás, amit csinál, az igazából mindig egy betűt jelent. Tehát az benne az érdekes, hogy ezt el lehet mutogatni ezeket a betűket, nagyon is tudnak róla, már ennek a megfejtésével nagyon dolgoznak, és az a nagyon érdekes, hogy a szöveg ugyan sík betűkkel van leírva, na de ha egy ilyen beteszed bele, nem egy sík mátrixba, tehát egy kockás füzet kockáiba, nézeteibe. Tehát nem abba teszed bele, hanem egy ilyen térbeli valamibe. Lehet ez egy tényleges kocka mátrix, itt tényleg most már kockáról van szó, a kockás füzet az nem kockás, hanem nézetállós. De ebbe belül itt egy oktaéder van, ebbe a lukba. Tehát ebbe a klubba nyugálok, itt egy oktaéder van. És és minden a kis lukakban is mindenhol van, csak kisebb oktaéder, nagyobb oktaéder, még nagyobb oktaéder. Tehát így vannak benne. Kicsi, nagy, még nagyobb, és ezt a végtelenség lehetne ragozni. Tehát annyi kis tetraédert lehetne csinálni, ahány betűre van szükség a teljes bibliai szövegnek a berakosgatására. Hát, hogy kell berakni, az még egy külön megfejtést igényel, tehát ott még, az még komoly munka lesz. De ha értelmes szöveget ad ki minden szabályos elforgatáskor, egy-egy értelmes szöveget ad ki, annak mi az előnye? Hát, ha beleraktam mondjuk a 305.805 betűt, vagy mit tudom, hány betű van a Bibliában, körülbelül ennyi, és beleraktam ebbe a mátrixba, és kiolvastam, de utána elfordítom az élére, és újra ki lehet olvasni, de egy tök másik szöveget, értitek mi a probléma? Gyűha. És akkor van neki mondjuk 22 olvasata minimum, de lehet, hogy 24 is mindjárt, az pedig azt jelenti, hogy ez a szöveg, mindjárt a Bibliának a szövege és tanítása, mindjárt a 24-szeresére emelkedik mennyiségileg, és akkor bele fog férni az emberiség élettörténete tömören, természetesen a nagy királyoknak, meg a nagy vezéreknek az élete az kicsit részletesebben van meg, mint a Józsi Pistának, aki egész nap csak a füvet kasszálja. Az is egy nagyon rendes ember, csak az nem olyan részletes leírást igényel, mint mondjuk egy Napóleon, vagy egy nagyobb emberiségnek a szempontjából nagyobb egyéniség. És megvan, azon kívül le van benne írva a világegyetem, hát talán egyetlen anyagi részecskéje a neutron,
Azért mondtam, hogy talán, mert a lélek is egyfajta anyagi részecske, tehát van a léleknek is egyfajta anyagi megfoghatósága. Ez egy olyan, mint a számítógép, meg a szoftver. Tehát a lélek az csak egy hardware, az azt jelenti, hogy ő az, aki a hordozó. Ez egy anyagi hordozó. De amit hordoz, az nem anyagi. Tehát amit ő tárol, az nem anyagi. És az a nem anyagi dolog a lényeg benne, de azért jó kell, hogy legyen a számítógép is egy, ha szétvered a kalapáccsal az alaplapodat, akkor ne csodálkozz, hogy nem fog működni. Tehát a lelkedre nagy szüksége van, hogy az precíz és működőképes legyen. Tehát azért az elég jól meg van csinálva, mert azért milliárd évekig el van ilyen lélek, több milliárd évig is el van egy ilyen lélek. Úgyhogy hát az megvan azt csinálva. Azért megnézed, hogy a Windows 10 hány évig fog működni. Jó. Úgyhogy hány évig lesz ez még működőképes az a gép, amin járatod. Tehát, hogy egyáltalán be tud kapcsolni, működésbe tud hozni. Mondjuk 500 év múlva be tudod kapcsolni. Hát nem vagyok róla meggyőződve. Még ha nagyon vigyázol rá, akkor sem. Nem fog működni egyszerűen. Megeszi a rozsda, elfárad, kész. Tehát a forrasztások eleresztenek, ugye eloxidálódik itt ott, amit akármennyire próbálsz nemes gázba tartod, mitől, akkor is megeszi a fene szép lassan. 1000 év múlva már nagyon valószínű. Na, hogyha elmennél egy csillagközi űrutazásra, akkor milyen gépet vigyél magaddal? Tehát itt egy nagyon nagy probléma. Milyen gépet viszel magaddal, ami még 1000 vagy 2000 év múlva hosszú, rettentő hosszú csillagközi űrutazásnál, de vagy te hibernálva. Tehát ott vagy befagyasztva a jégkockának az űrhajódon. És akkor egyszer csak ki kell, hogy olvasszon, fel kell, hogy ébresszen, valahogy pofozzon téged az életbe, hogy odaértél, és most már nézd meg, hogy hol vagy. Szállj ki, nézd meg, mit csináltál. Szóval ilyen, és oda kell, hogy érjél, meg kell nézzed, igen, na de képzeld el, hogy ki kell föl téged. Egy ilyen Vekker óra biztos nem fog fölkelteni 1000 év múlva, mert addig nem fog sehogy sem működni. Se mechanikus, se elektronikus. Tehát nagyon jó cuccnak kell ám lenni egy ilyen űrhajóban, amiben olyan redundancia lehetőségek vannak, hogy ő a végtelenség önjavító, meg öntesztelő, meg mindent tudjon, meg különben elpusztul. Ilyen önjavítás már van a merebb lemezeknél. Ha hogyne? Persze, a merebb lemezeknél már van ilyen javítás. De folyamatosan vannak bit hibák. Igen. Csak kijavítja önmagát. Igen, de neked nem jelenti, de közben ő javítgatja, mert muszáj. Mert hogy a merebb lemeznél is vannak ilyen problémák, meg átugorja azt a szektort, amelyik abba trackbe nem jó, akkor azt átugorja, kizárja, és akkor azt a részt egyre jobban kizárja, és akkor jelentgeti neked, ha van ilyen megfigyelő programod, hogy hány százalékos a merev lemezed, és hogy kezd fogyni, alinárisan mondjuk, hogy kezd el fogyni. De a lényeg, hogy ha nem SSD, ugye, de az is eldöglik, szóval minden eldöglik. Amit ember csinál, az meg pláne, az eldöglik. Ami elromolott, el is romlik, mondja a Murphy törvény, és ami nem romolhat el, az is. Valaki egészítő törvényben, hogy így működik. És ha van egy kalapácsod, akkor minden úgy néz ki, mint egy szeg. Ütögetni kell vele. Tehát visszatérve erre, egy hatalmas történelemkönyv kerülne a kezünkbe, hát ez már sokkal nagyobb lenne terjedelmileg is, mint a mostani Biblia, akkor még elő kéne kotorni a meglevő olyan részeket a Bibliából, amiket valamilyen együgyűség miatt kidobáltak belőle, mert hogy vannak ilyen részek, és ez nagyon fontos, hogy ezeket visszateszegessük, mert hogy valamilyen együgyűség miatt az azt jelenti, hogy nem tudta, hogy az mi a fenének van ott benne, nem értette az egészet, erre kidobta, kész. Így működik. És a pápa ilyen marokkó játék alapon kidobált egy csomó mindent a Bibliából, az egyik pápa, és akkor ennyi legyen benne, azt jól van, ez már nagyon vastag, meg nagyon sok lesz, és akkor de közben a lényeget elveszíti. A Tórát nem véletlenül őrült pontossággal őrzik.
őrült pontossággal. Tehát, hogyha nyomtatnak ilyen tórát, könyvet, és a nyomdász egy, azaz egy betűt elront, az egészet be kell zúzni és újra köszedni. Egy betűt se lehet benne elrontani. Komolyan. És ez benne van a szerződésben. Egy betű sem lehet benne, egy hiba sem lehet benne. Azért ez már úgy precizitás, és erre föl mi a tórának a fordítása az a Mózes 5 könyve, a Bibliánknak az eleje. A keresztény Bibliának az eleje, az a Mózes 5 könyve. Az egyébként tórának is lehetne nevezni, de nem aznak nevezik. És nagyon érdekes, már volt, hogy harcolt velem valaki, hogy annak semmi köze a zsidókhoz. Mondom, semmi a világon, tényleg, igazad van. Menjél, kérdezd meg a plébános urat. Visszajött, visszakullódott, hogy tényleg azt mondta a plébános urat. Mondom, miért mondta volna neked, hogy átverélek? Hát ugye ez van, hogy az nem jelent semmilyen faj, meg mit tudom milyen dolgot, az az Isten üzenetre. Szóval, hogy milyen nyelven adja le, hát az mindegy. A Tórát ilyen tekercsekbe tárolják, és tessék megnézni, hogy annyira vigyáznak rá, hogy a kéz, sav, meg a zsír, ami a bőrödbe termelődik, ne kenegesd oda a papírra. Van egy Tóra mutató, az a kis botocska ott középen, ilyen kis kéz van rajta egy ujjal, és akkor azzal mutogatják, hogy hol tart az olvasásban. És azért tekercsben van, ne, hát mert hogy. Rájöttek arra, egy izraeli matematikus rájött arra, Eli Ripsnek hívják, és rájött arra, hogy te először, hogy minden 50. betűt, ha összeolvasod, akkor az jön ki belőle, hogy JHVH, 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 papá, papá. Jahve, 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 Jahve. Ez végig az egész szövegen ott van. Ó, minden 50. betűt összeolvasva ezt az Isten nevét kapod meg. Azt, hogy Isten, 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 ezt kapod. Ó, a minden itt neki. És akkor még jobban utána kéne nézni. Hát még jobban utána nézed, ez egy matematikus volt, de jól értette a programozásot, írt mindenféle programokat, és akkor kiderült, hogy nem mindegy, hány sorokban van rendezve a szöveg, mert a szövege rendezését, hogyha mit tudom én, 64 sorban rendezed, akkor függőlegesen is, meg még ilyen ferdén is több szögbe értelmes szavak jönnek ki, ekvidisztás betűsorozatok, így is lehetne mondani, a flancunk. Tehát értelmes betűsorozatok jönnek ki, de például ilyenek is lehetnek benne, hogy minden második betűt olvasom össze. Vagy minden harmadik betűt olvasom össze, vagy minden negyedik betűt. De olyan nincs, hogy hol hármat, hol négyet, ilyen nincs. Vagy négyet, vagy hármat. És amikor ezt megcsinálod, értelmes szavak jönnek ki. És hogy nem, akkor milyen érdekes, a J.F. Kennedy benne van a szövegben, és akkor függőlegesen így J.F. Kennedy, és mi van rá keresztben? Dallas. A francba. Gyerekek, az 3000 éves szöveg. Ott van benne az Isten, az Istennek nincs idő. Ő az időtlenségben van, úgyhogy ott neki nincs idő. Egyszerűen nem létezik olyan neki. Ő neki minden egyszerre van. Ő látja a jövőt. De ez nem azt jelenti, hogy ő ki akar vele tolni meg, dehogy is, ő csak látja. Ő csak látja. Ő a jelen pontban ül, és neki minden egyszerre van. Tehát ő látja a jövőt is, meg a múltat is, mindent, és mindent, ami csak történt. Egy hangya elbotlott az egyik lábával, azt is látja. Szóval tényleg minden. Amire te neked álmod nincs, hogy ilyeneket is lát, hogy a baktériumok merre mentek, meg hogy ment, azt is tudja. Tehát a legőrültebb dolgokat, a legapró, finom részleteket is pontosan tudja. És meg is tudja előre mondani, hogy mi fog történni. Fantasztikus. De itt van ez a Matrix, tessék megnézni. Yitzhak Rabin, és minden, mi van minden az ő háborújában? Ja, hát az történt vele. Szóltak neki egy évvel előbb, mert hogy egy városnak a neve keresztezte a nevét, és egy izraeli városnak a neve keresztezte. És akkor szóltak neki, hogy oda ne menjen, mert még az is megvolt, hogy le fogják lőni. És csak azért is oda ment, mert ez egy ilyen nagyon materialista. Ott, hát engem ilyennek kell, ne bolondítsatok, én... Oda ment, és hátba lőtték egy ortodox papnak a fia.
egy ortodox zsidó papnak a fiú. Tehát, hogy egyáltalán nem valami arab vagy, mit tudom, palesztin volt, hanem éppen egy zsidó lőtte hátba közelről. És hiába mondták neki, hogy ne, ott van. És ott van az is, hogy kilőtte, hát az az amír lehet az, ugye? És hogy ott van az évszám, mert az 95-96 azért van, mert a zsidó időszámítás szerint akkor 5756 volt éppen, és ennek a 1995-96, mert hogy nem január 1-ével indul az év, tehát mint hogy nálunk sem a hunoknál, mert nálunk is most március 21-én volt az új év, és boldog új évet kívánok nektek, bár most már az egy hete volt, de akkor is, aki még nem hallotta, nem tudta, és Tel Avivban, ott van, hogy Tel Avivban ezek azok a kockák, meg négyzetek, meg körök, szavak vannak bekarikázva, a másik így van írva, az meg vagy a trapézokban van, vagy négyzetekben, és ebben ezekben a kis négyzetekben, trapézokban vannak benne azok, amit ott alul ki lett emelve, hogy bizony, és megmondták neki, hogy ki, és még a nevét is megtalálták. És az a nagyon érdekes, hogy előre nem szokták megtalálni. De például, amikor már tudtuk a Kennedy gyilkosságnak a kimenetelét, akkor még az is ott van, hogy Ruby megöli a gyilkost. Az is ott volt a szövegbe, képzeld el. Tehát minden részlet meg volt benne, és a nevek is, csak nem tudták a neveket, hogy mit keressenek. És akkor már megtalálták, mert a számítógéppel keresgélték, és megtalálták bizony, és tulajdonképpen minden ilyen részlet benne van, csak bizonyára nem síkba kell megfejteni, hanem ilyen térbeli mátrixba kell megfejteni, amiről beszélek nektek. És akkor egy olvasható szövegmező fog jönni belőle, és azt át kell adni a népnek. Azt nem eldugni, azt kell átadni a népnek, nem a zippet kell átadni a népnek, mert ez egy ilyen hétszeresen kódolt szöveg. A hétszeresen becsomagolt kódolt szöveget adják át harcosan a népnek. No, igen, át kell adni, de előtte meg kéne fejteni. Tehát, hogy ne az értelmetlen szöveget erőlködve fejtsd meg, és akkor utána add át, hogy te most átadtad. Hát mit adtál át? Ez a kérdés, hogy nem értesz az egészből semmit, és akkor te nagyon átadtad. Hát ez baj. És nem a hittestvéreimmel akarok én vitatkozni, eszem ágában nincsen. Gondold végig, minden normális rabbi tudja azt, hogy hétszeres kódolású a Tóra. Ezt minden rabbi tudja. A prágai rabbi iszonyúan dolgozott rajta, sőt, a Newton iszonyúan dolgozott rajta, az egy zsidó gyerek volt, ugye? De Isaac volt a neve, ugye, Isaac Newton. És ezen dolgozott, megtalálták az egyetemnek a padlásán, ahol ő tanszékvezető volt, ott megtalálták a padláson a nagy ruhás kosarakban a megfejtő kísérleteket, mind megvoltak. Szerencsére nem dobták ki, de dolgozott rajta, ez a lényeg. Dolgozott rajta. És ez az Éli Ripsz is dolgozott rajta, csak ugye már számítógéppel. Hát, ha azért egy ilyen 300 000-es szövegmezőt, vagy ilyen őrült, vagy nagy, vagy 800 000-es szövegmezőt végig kell betűnként beírkálni, az egy őrült nagy munka. De hogyha számítógéppen megvan, akkor azt így átrendezni, ennyi. Az nem, 3 másodperc alatt az egész szöveget átrendezi neked, ahogy kérted. Egyébként meg 20 évig kell rakosgatni, és mindig eltévesztett közben, ugye, mert 20 év alatt hol álmos, vagy hol fáradt, vagy hol ez, eltévesztett. És akkor nem jön ki, és akkor dühöngesz, és akkor ez életet rázoshatsz, és nem jött ki. Nem jött ki senkinek. Az Éli Ripsznek se jött ki, de ő írta, egy amerikai újságíró rászállt erre a témára, és megjelent a Biblia kódja 1-2-3, már nem árulják, tehát nincs semmi üzlet benne, hogy én itt ezt elmondom, de megjelent, még talán antikváriumban még meg tudjátok szerezni, legalább az egyiket, és különösen az első kettőt, azok jobbak nekem valahogy, a harmadik már olyan utánérzés nekem. De az első kettő az egész jó, egy nagyon kedves barátom fordította egyébként le ezt a könyvet angolból,
éppen most nemrégen beszélgettem vele, Cipruson él. Tehát ennyire részletesen ott van a mai történet, tehát speciális a nem mai, mert 96, tehát azért 3000 évvel előre ilyen részletességig ott van, hogy hol fogják hátba lőni az Iszák Rabint, és hogy az lesz a miniszterelnök, és hogy így fogják hívni a gyilkost. Ilyet nem lehet kitalálni, ilyet nem lehet hazudni, értsétek már meg. Mert azt mondták, hogy hát a háború és békére rászabadítjuk, és akkor háború és béke, és akkor vagy ilyen hülyeséget hordtak. Igen, abban is lesznek ekvidisztás betűsorozatok, ahogy rászabadítjuk. De nem ennyi. És nem a napi eseményeket fogja tükrözni, csak értelmes szavak jönnek. Ez nem ugyanaz. És itt kezdődnek a bajok, hogy ez egy rettentően bonyolult szöveg, rettentően bonyolult, az Isten szervezte, és hát ez egy nagyon bonyolult szöveg, és őrült precízen meg van csinálva, az egész. De ezért nem szabad lefordítani. Hát, ha lefordítod a keresztrejtvényt, mi lesz belőle, gyerekek? Hát ne hülyeskedjetek, tényleg komolyan gondolod? Hát a görögre lefordították, ugye? Még a görögben még egész jó vannak. A Septuagintában még találtam jókat, de már a Vulgátában már nagyon sok hiba van. Tehát abban már egyre jobban kihagyták belőle a lényeget. Tehát például olyan, hogy benne vannak a nagy világkorszakok, még az eredeti szövegben a nagy világkorszakok. Tehát ezek ilyen millió éves világkorszakok, szóval nem egy 20 éves történet. És azt ugyanez megvan Indiában is, hogyha utána a jugán például, vagy tehát megvannak ezek más népeknél is, és hogy nem, benne volt a Bibliában. Na most akkor leírta pontosan, hogy január 22-én dél 12 óra 20 perc kosztán, leírta pontosan a dátumot valamire, és erre mit fordítottak le régen? Érted, hogy mi az ilyen együgyűségeket, tehát ilyen, nem a dátumot adta át, mert az fontos lett volna, az nem fontos neki, hanem hát az régen volt, nincs neki jelentősége, pedig van. Hát itt kezdődnek a bajok, amikor valaki nem a mestere, az a hóhéra. És ha ugye korszerűsítik a Bibliát, mi van a Bibliában? Ne csináljál vécét. Miért ne csináljál vécét? Hát az jó. Hát írástudás. Hát az jó. Miért ne csináljál vécét? Mert én leadtam neked egy ABC-t, és akkor nem fogod, ha te új ABC-ket csinálsz, nem fogod tudni ezt az üzenetet megfejteni és megtudni. Pedig benne van neked az összes lényeges dolog, amivel boldogulhatnál, de te egy hülye vagy, és mindennel foglalkozol, csak azzal nem. neked az nem fontos. Fontos a Mariskának a cipő, hányos cipője van. Az olyan fontos, hogy ilyen nappal azzal vagy elfoglalva. Az közben meg ott van előtte, de a megoldások megoldása nem érdekel. Ilyen az ember. Ilyen, komolyan, olyan érdekes. Tehát, ha elmondod neki, hogy mit fog csinálni, meg hogy, oda se figyel. És később nem egy barátomnak előre szóltam, hogy mire figyeljen, tudom én. Hát azt hittem, csak össze-vissza hablatyolok, ez egy hazudozó meg. Ilyeneket gondoltam. Jó van, haverom. Eltelt az a 20 év, és pontosan az történt vele, amit mondtam neki előre, hogy nagyon vigyázz, az rád nézve nagyon veszélyes. Pont az történt meg vele. Én mondtam. Ja, miért nem szóltál? Mondom, hát szóltam. Tehát minden külső hibás kell, szóval nincs. Tehát hiába szólsz neki, miért nem szólsz neki 20 másodperccel előtte telefonon, hogy most ne álljon meg. Nagyon érdekes. Tehát hiába szólsz neki, hogy álljon meg, miért állnék én meg? Miért állni? Hát nem érek én rá veled szórakozni, és nem áll meg. Ja, és jön a kamion. Ennyire bolondok az emberek, és nem áll meg. Hidd el nekem, hogy nem. Tehát elkezd veled vitatkozni meg, mindent mond, csak éppen a megoldás nem érdekli. Akkor, amikor megtörtént, akkor futkároz fel alá, akkor már nagyon érdekelni, de akkor már késő. Úgyhogy ez egy izgalmas téma, és ezzel még érdemes foglalkozni. És ez az egyik megfejtési lehetőség, még ki lehet találni hasonlókat, de nem túl sokat. Tehát ilyen, ez azért érdekes, mert ez a végtelenség bővíthető. Tehát ebből több millió ilyen tetraidert is össze lehet rakni. Ilyenből nyomtatok még hármat, alárakom, akkor lesz egy ilyen nagy. Ugyanilyen lesz kinézésre, csak lesz egy nagy, és középen egy még nagyobb luk keletkezik, egy oktaéderes luk. Aztán olyanokat összeragasztok egymással, tehát azt a négyet, amit csináltam, megint csinálok másik négyet,
és ebből a négyből is négyet csinálok belőle, és akkor azokat is ugyanúgy egymásra rakom, mint hogy itt is, van alul három tetraéder, és van egy nagyobb a tetején. De ez is ilyenekből áll, és az is olyanokból áll, ami benne van, tehát ez az érdekessége, és ez a Sierpinski háromszög. Hogyhogy nem. Például ez az üzenet, hogy ez a megoldás, láttam az Agnyélai kolostornak a falán. Az Agnyélai kolostor falán a Sierpinski háromszög, igen ám csak 800 körül. Nincs más baj, mert a Sierpinski még Kiesterz nem volt akkor, tudod. Ő csak újra észrevette. Tessék megnézni, hogy ez ugyanaz fraktálban, így néz ki. Bizony nagyon szép és érdekes. Ebben bele lehet menni a végtelenségig, ebben akkora az egész univerzum történetét le lehet írni, akkorát csinálsz, amekkorát csak akarsz. És hogy milyen kiolvasási algoritmus szerint ugrálsz benne, az szerint meg lehet belőle mindent tudni. Le van benne írva az atomfizika, le van benne írva a biológia, le van benne írva a csillagászat, minden le van benne írva. De úgy, ahogy van, nem úgy, ahogy képzeled. Mert hogy vannak méréseink, és van róla valami tudásunk az univerzumról, de bizonyos távoli helyeket még nem is láttunk soha. Tehát az, hogy mindent tudunk róla, attól még nagyon messzire vagyunk. Tehát amikor a Hubble űrteleszkóppal elkezdtek ilyen sötét jégrészre ráfókuszálták, és egy napos expozíciót, vagy ilyen hosszú expozíciót csináltak, és vagy hogy nem, ezt a hosszú expozíciót utána megnézték, és pofájuk leszakadt, teles-tele volt az a teljesen üresnek látszó rész, ami még ezzel a nagy űrteleszkóppal is üresnek látszott, hogyha egy nagyon hosszút exponáltál rá, akkor az is teles-tele volt még galaxisokkal, és egy galaxisban rengeteg csillag van, a csillagok körül rengeteg bolygókering. Miért akarják az Istent ilyen együgyűvé degradálni, hogy csak a Földön teremtett embereket meg lényeket? Tényleg? Komolyan? Komolyan gondolod, hogy ezt így kell csinálni? Hát ez biztos, hogy nem jó. Nem az Isten ellen mondom, hanem a hülyék ellen mondom, akik ezt kitalálták. Hát gyerekek, hát mi az, hogy csak a Földön van élet? Mert a Föld az egyébként, a Föld teremtése az egyáltalán nem is a Föld sártekének a bolygónak a teremtéséről szól, hanem a földelemnek a teremtéséről. A földelem az nem más, mint a neutron, amit az előbb mondtam, hogy talán az egyetlen anyagi részecske, ha a lelket leszámítjuk. És ezek is fraktálisak. Tehát azt jelenti, hogy a neutronoknak az oldalán ilyen bimbók nőnek állandóan, és azok leszakadnak róla, és időszálakkal összekötve maradnak ezek, és azoknak a kisebb bolyóknak az oldalán még kisebb bolyók, mint a Mandelbrot halmaz. Még kisebb bolyók, térbeli Mandelbrot, az a mi a fenének hívják, Mandelgumónak hívják magyarul. És ez a Mandelgumó, ez egy térbeli fraktál. A fraktál az egy matematikai függvény, érdemes rákeresni az interneten, és arra váltsad, hogy képek. Tehát váltsad a Google-idat képekre, azt meg át lehet váltani, mert hogy mindent nézel, vagy a képeket, csak a képeket keresed, és akkor átváltod, és akkor írod be azt, hogy fraktál, és rengeteg gyönyörű színes képet kapsz. Érdemes nagy képernyőn megnézni, nagyon, nagyon szép képeket lehet találni. Most már azért évtizedek óta szórakoznak vele, akkor még fiatalok voltak, amikor elkezdtek ezzel szórakozni. Azóta már azok is 70 évesek, akik akkor 30-asok voltak, de azóta is tetszik nekik, és csinálnak jobbnál jobb ilyen fraktálokat. És kiderült, hogy mit tudom, a természetet úgy lehet írni, le lehet írni fraktállal, mint a húzat. Tehát tájképeket lehet vele rajzolni, de úgy ám, hogy csak egy függvény. Tehát nem írsz le szinte semmit, hanem leírsz egy matematikai függvényt, elindított futásra, és elkezdik kiratni neked a tájat, de az utolsó főszálig. És fölrakja neked az eget, a felhőket, a vizet, a hullámokat rajta, mindent. Tehát egy tájképet, mint a festeni lehet tájképet. És közben egyáltalán semmilyen tájképet nem festesz, ez egy matematikai függvény. Nagyon érdekes, amikor elkezdték ezeket a tömörítési eljárásokat, akkor az az érdekesség volt, hogy be tudták csomagolni jól a képeket, de ha volt rajta egy ház, már sokkal rosszabb. És akkor kitalálták, hogy
minden ilyen nem természetes objektumot külön tároljon el, és a természetes részeket meg be tudták jól csomagolni. Tehát egy erdőben áll egy ház, akkor a házat az nem lehet rendesen becsomagolni, mert azt az ember tette hozzá, de nem fraktális. Ha fraktálisra csinálta volna a házat, akkor azt is be lehetne csomagolni a természettel együtt. Csak azt se tudja, hogy hogy lehet ilyet csinálni, majd rájövünk, és akkor tényleg az nagyon jó lesz benne lenni, jó lesz benne mászkálni, így néz ki egy mandelgumó. Nézd meg, megyünk egy ilyen mandelgumóba, és nézzük meg a belsejét. Egész fantasztikus, nehogy már ez ne legyen csodálatos. Ez matematika, gyerekek. Hát ez csodálatos. Ez már nem olyan unalmas, hogy logaritmusokat kell neked számolni logaréccel, de nézd már meg, hogy micsoda fantasztikus, mert az unalmas. Hát egy-két pervez matematikusnak nem, de egyébként unalmas. De nézd meg, milyen fantasztikus. És ezek önhasonló struktúrák, de nem önazonosak. Ez nagyon lényeges, hogy önhasonló, de nem önazonos. Mindig idézni szoktam ezen a ponton azt, hogy az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára, nem azonosságára teremtette. Tehát nem azonosságára, ez nagyon lényeges. Mert azt hitték, hogy ezt meg is lehet fordítani, tehát akkor az Isten úgy néz ki, mint az ember, és lerajzoltak egy nagy szakállú bácsát. Persze, de azzal elrontották az egészet. Úgy elrontották, mint a fene. Mert hogy igazából az időforrás, amit már többször is vettünk, az az időforrás az, ami az Isten, és ilyenekből az te is. Az összes adobod. Na de ez sokkal szubtilisebb, sokkal lejjebb van, mint amit te hiszel a nagyszakállú bácsival. Hát az már egy makroszint. Már nem is atomok, meg már nem is molekulák, hanem annál is sokkal nagyobb, mert egy élőlény. Tehát, és nagy ahhoz képest. És ez az egésznek a lényeg, hogy az emberek egyszerűen elkapkodják. Olyan, mint az atomosz. Az atomosz az oszthatatlant jelent, én drágáim, de hát az atom az osztható. Tehát elkapkodják, rendszeresen elkapkodják. Az inasok. Inasok. Azt hiszik, hogy már jobban tudják mindenkinél, és akkor elkapkodják. És akkor jönnek a nagy pofálesések, tudod, így szokott ez lenni. És egymást halomrőlik semmiért, mert az inasok összevesznek egymással. Halomrőlik egymást. A nagy semmiért, mert igazából egyik se érti. Mint hogy a két gyerek volt, hallottam, hogy azt mondja az egyik a másiknak, hogy téta. Ezt nem is úgy kell mondani, hogy téta, hanem úgy kell mondani, hogy téta. És akkor megjön, hogy kijavította. Hát körülbelül ennyi a történet a nagyon okosokkal. Tehát a teológusok is egy kicsit ennél jobban fölköthették volna a fehér neműt, hogy ezt a megfejtést megcsinálják, még az idő, a redőny lehúzás előző. Tehát lesz egy idők végezete, és már nem lesz időnk ezt megcsinálni. Tehát ameddig még van számítógép, meg kell csinálni. Dolgozzatok rajta. Dolgozzatok. Amiben tudok segítek, dolgozzatok. De ne ilyen azért, hogy 5 perc alatt akarod megcsinálni, ez csak több éves munka. Szóval az felejtsd el ezeket a kapkodásokat, meg 5 perc alatt majd megcsinálni, mert gyors a gépen. Igen, ha elég gyors az eszed is hozzá, mert ha a gép az okos, de te hülye vagy, akkor az nem fog menni. Az a telefonod az okos, persze, tudom én. Csak te már nem tudod, hogy lehet hazamenni, akkor az nagyon nagy gáz, hogy mindig térképet nézed a telefonodon, meg irányít, hogy most fordulj balra. Tehát akkor már nagy baj van ám. És bizony a kölykök fenét egyetemista eltéved egy utcával arra. Komolyan! Kérdezte tőlem, hogy hol van ez az utca, miért? Hát ott lakom. Mondom, itt egy utcával arra van, ne szórakozz már vele. Mi ott tartsz? 8 éve. Hát most erre mit lehet mondani? És ez már egyetemre jár. Most akkor képzeld el, hogy mi lesz ebből, mit fog ez tervezni? Hát az halál. Az pusztulás. Hallgatói kérdés. Miért van az, hogy álmodunk, majd felébredünk, egy-két perc fennlét kétennel kellett volna, utána visszaalszunk, és az álmunk ugyanonnan folytatódik. Ilyenkor az álombeli valóságban időmegállás jön létre, vagy teljesen másról van szó? Szóval teljesen másról van szó, szóval semmilyen időmegállás nincs. Tudod, nénik, az őrnagy alatt tudja, hogy hol hagytad abba, és még el akarja neked a film végét is játszani. És akkor vissza is alszol, és még tudsz is. Ránézel az órára, ó, még csak 4 óra van, de 6-ig alhatok. Ránézel, és akkor már játssza is neked tovább a filmet. Leteszed a párnára a fejed, már folytatódik is a film. Vagy üldöz a kutya, ami addig üldözött. Szóval
az attól függ, hogy mit akar neked lejátszani. És akkor a kerítés az végtelen hosszú, szóval az olyan hosszú, az a kerítés, futhatsz te amellett. Neki fogsz fulladni. Előbb-utóbb elfáradsz. És akkor kutya utolér. Nem fog bántani a csóvája a farkát, csak te vagy a hülye. Nem, bevetted azt, hogy én meg akar téged harapni, de nem biztos, hogy harapni akar. De hogy lehet, hogy játék. Szóval játszani akarna veled, csak te nem tudtad ezt, és nagyon boldog és ugat. De közben egyáltalán nem azért ugat, mert meg akar téged támadni. Hát ilyen is van. Nem egyszer voltak nekem ilyen kalandjaim az életemben. Bementem a tanyára. Azt mondja az öreg paraszt, hogy a francba jött be? Hogy két ilyen nagy kutyája volt neki, hogy a francba jött be? A kutyák nem is ugattak. És bementem, hogy csak egy pohár vizet szeretnék kérni, mert nagyon meleg volt, nyár volt az Alföldön. És még volt vagy 5 kilométer előttem, hogy adjon majd pohár vizet, mert már nagyon kitikkadtam. Adott szívesen, és azt mondja, de nem tud kimenni, mondom, de hogy nem, és kimentem. Még hát az éves megcsináltam a belügyminisztériumban, hát az nagyon jó volt. Bementem a belügyminisztériumban, valamit akartam intézni és kérdezni, és bementem. De úgy mentem be, hogy nem volt nekem belépőm semmi. Bementem az ezredeshez, és bemegyek a szobakapok, bementem. Azt megyek elfelé, azt mondja, és hogy jött be? Hát mondom, hol a cédulája? Mondom, nekem olyan nincs. Az nem létezik, akkor ide nem jött be. De mondom, de én bejöttem, és ki is megyek. Hát azt szeretném látni. Láttam az utcán, mondom, na onnan fogok mindjárt integetni. Tehát lementem, kimentem. Kintről integettem neki, nem értettem. Menjek be, de mentem meg. Hát persze, mert a garázson keresztül mentem be, és csak úgy köszöntem ott a garázsmester, jó napot! A fene nem állított meg. Úgy mentem be. Tehát innen látszik, hogy minden nagyon védett rendszernek van egy gyenge pontja. Egy konyhaajtó, egy mit tudom, egy szellőző, egy mit tudom, micsoda. És van egy gyenge pontja minden ilyen helynek. Ezért mondom, hogy minden ilyen rettentően komoly védelem operetté válik. Tehát amikor voltak ezek a repülőgépen ilyen eltérítések, merényletek, ilyen késekkel, és akkor elkezdték mindent elszedni, kést, ollót, mindent elvesznek a repülőtéren. Tehát ami vágóeszköz, elvesznek. De hát ha nem tudok 12 féle vágóeszköz bevinni, akkor akármi legyek. Mert hogy ő bizonyos dolgokat keres. És ha nem azt viszem, akkor simán beviszem. Csak ész kell hozzá. Tehát ha én tényleg gonoszságot terveznék, hát akkor ezek ipari tanulók nem lehetnének. Hiába mindenféle riasztó, meg fémkereső, meg hiába. Az eget észre messzerig nem észre. És ez a probléma, hogy ezeket a biztonsági őröket is, hogy egy idő múlva már egyre lustább lesz. Hát ez már egyre lustább lesz. Először még borzasztóan megkippöltél. Megnéz, aztán már nem. Eltelik 5 év, már szarik az egészben. És attól kezdve már simán átmegy makár, mikor megint kezdődnek a bajok. Lehet, hogy őt fegyelmit kap meg, mit tudom én, de közben mit tudom én, lezuhan 150 ember repülővel vagy. De akármi történt. Tehát ez az érdekes, hogy minden operetté válik, úgy szoktam mondani. Ezek a gumfényesítési történetek a katonasságnál, ezek vannak. De a katonassághoz ilyen dobantottunk, hát emlékezzetek, hogy van. Kerítésen át, ping, és akkor az ott a dobbantás, és akkor el lehetett menni a lányokhoz vagy a kocsmába, és akkor lehetett utána visszamenni, és akkor kész. El volt intézve. Ha tudtad, hogy a haverod lesz őrségben, aztán jó van. Akkor legközelebb őt engedted ki őt. Azt jó van, és akkor elmentetek csajozni, meg kocsmázni, meg mindenféléket csinálni. Hát így működik a világ, és mindig is így működött. Tehát ott kezdődik a probléma. És láttam egy amerikai filmet régen már, hogy ilyen titkos adatfeldolgozó részleg volt, egy ilyen egész épületnyi ilyen számítógépekkel feldolgozó részleg volt. És ott is az volt, hogy kinyírták őket, de hogy? Hogy esett az eső, és a kapusznival jött vissza a srác, hozta a pizzát. De kapuszniba. És akkor aztán kinyírták a pizzaszállító gyereket, fölvették a jackét, és beálltak az érzés, földudáltak. Nyisd már, nagyon esik az eső.
Nyitották, ettől kezdve már bement az egész brigád az ajtón, és utána szintén lőtték őket jéggel. Befagyasztott skulók voltak, aminek a magja jég volt. Jéggel lőtték szintén, semmilyen lőelem nem marad utána, elolvad a golyó benne, de ugyanúgy sebesülést okoz. Átlőm a szívedet jéggel, akkor ott lesz a luk, kijön a vér, kész, vége. Ugyanúgy, mint a rendes golyó lenne, csak hogy ez a jég, mint víz, megolvad, akárhova ki is megy, fölfröccsen, szétfröccsen a jég, semmi, nem marad semmilyen nyom, tehát nem lehet róla balisztikát csinálni meg, semmi. Tehát ez így működik. Ez már volt. Na, van-e valami kérdésetek? Ma mondjad, Ferike. Van egy kis mottóm, majd aktuális lesz. Nem biztos, hogy lenne április 8, ha előtte nem lent volna április 4. Ez zárójel bezárva. Ez így van. Ne politizálj. Ferike, ne politizálj. A lövészetről. Igen. Hát, hogy hívja, mindegy, legyen. Egyik kedvenc szójárásom a náci bácsi, de úgy jobban rögződik, hogy Adolf. Valaki még életében, nem tudni mikor, ilyen riportot csinált vele. Igaz-e az, hogy önt befogta egy angol katona? Igen, na majdnem, szépen betette a csúszlit, de egyszer csak, mint hogyha nem lőtt. Miért nem lőtték le Adolfot? Többször meg akarták ölni egyébként, bombával lelőni, sokféle módon meg akarták ölni, de ezeket mind túlélte. Ezeket mind túlélte. Talán nem véletlenül. Tehát neki bizonyára küldetése volt, negatív küldetés, de valami küldetése volt. Tehát valamilyen tervnek volt ő a része. És érdekes, hogy az ellensége, ugye a Sztálin, de azzal ők közben megegyeztek Lengyelország fölött. Megegyeztek. Molotov-Ribbentrop-Paktum. Milyen csendben voltak arról az elvtársak? Emlékeztek rá? Hallottál róla? Miért arról hallottál, hogy a II. Világháborúban Mussolini Etiópia császárává koronázták? Egy szót hallottál róla? Biztos nem. Pedig igen, megkoronázták. Addis Abebában megkoronázták. Most ezt képzeld el. És ilyen fehér lovamsisakban végigment, nem fehér lovon, hanem barna lovon, végigment a főutcán ilyen díszmenetben. Aztán utána füstölgött cipővel kezdtek távozni az olaszok. Mert az etiópok ezt elunták, ezt a bohózkodást, és az olasz hadsereg az nem volt túl erős. Nagyon, a külsőségek azok nagyon fontosak voltak, a nőhűítés, az egyenruha, a zsinór, a csákó, a toll, ez minden fontos volt, hát harcolni nem annyira tudtak. És hát Afrikában szét is verték őket, Észak-Afrikában, de meg a Rommelt is. Rommel is szétverte ott, vagy bocsánat, a Rommelt is szétverték ott a Észak-Afrikában, pedig az már az egy kicsit képzettebb volt, azt is szétverték, az angolok. És az volt a lényeg, hogy Etiópiában egyszer csak valamiért nekik füstölgő cipővel távozni kellett az olaszok, meg épp hogy tudtak távozni. Tehát épp hogy. Mondták neki, hogyha egy napon belül nem tűntök el az országból, mind meghaltuk. Mutattak nekik, gondolom, valamit, hogy hogy halnak meg egy tized másodperc alatt ezren, na, a többi is megy utána, vagy mentek most, vagy már pillanatokon belül nem tudtok menni, és mentek. Mert hogy a Fridládát, a győzőgépet elindították. És azt nem is őrzi, csak két ilyen nyámnyilapot őrzi. Egy ilyen zsákvászon darabban van eltakarva bejárat nyáron, komolyan. Nem is őrzi senki. Miért nem? Hát mert ez egy intelligens győzőgép. A nevében nem a gyerekek. Az azt jelenti, hogy ha egyszer megszólítják, hogy csíp meg, akkor ott nincs ellenség. De még a földön kívüli fegyverek is, ipari tanulók se lehetnek. Tehát mindenki pillanat alatt legyőz, aztán vissza a helyére, béke. Tehát kard vissza. Hüvelybe, szia! Volt a Fridláda fosztogatóiban ilyesmi, bemutatták, hogy kijött ilyen kötszerű, végigjárt mindenkit, mindenki meghalt pillanatok alatt nagyot ordítva, szétmáltak, szétestek, mindenki, és aztán szépen visszament a ládába, kész. Megtettem a dolgomat, annyi. Hát ennyire egyszerű volt a történet. És
ez valószínűleg ez megtörtént a fizikai valóságban, tehát nem véletlenül filmesítették ezt így meg, mert valami hasonló történetet az olaszokkal, nagyon gyorsan távoztak. Na ebben a kis templomban szokták őrizni, nézd meg, ott van a rongya bejáraton, látod, egy függöny van a bejáraton. Igazat mondom. De ez nem valami nagyon drága függöny. Láttam én ennél még rosszabb állapotban lévő függönyt is, most már úgy látszik, hogy lecserélték. De ez egy pici kis kápolna, itt őrzik a Fridládát. És ki, egyszer elmentek oda a magyarok egy ilyen expedíció. Elmentek, nagy kalandok árán odaértek Axumba. Ez Axumba van, amit most föltett a Péter. Ez a kis kápolna, nagyon öreg már, ez rettentő öreg. És ez a kápolnácska az őrző helye, és van neki két őrzője talán, de nem kell azt vigyázni, az olyan, hogy észreveszi a támadás közeledik, vagy meg akarja valaki támadni, és ez rendet vág. Tehát mondom, még földön kívüli technikákkal és fegyverekkel, a legkorszerűbbekkel szemben is, abszolút győzőgép, szóval nincs mese. Tehát egy idegen flottát, hadsereget, mindenkit szarrá tesz egy perc alatt. Kész, ennyi volt. És már nincs is belőlük semmi. Tehát értett hozzá, ki csináltam. Na most, ide mentek a magyarok, és a kerítéstől kérdezték ezt a papot, mert kint kijött az ajtóba, lehet, hogy kiküldték, hogy menj ki, valaki jött hozzá. Mondjuk a Fridláda kiküldte. És akkor kijött, és akkor kérdeztek tőle két kérdésre is válaszolt. Bement, megkérdezte, és visszajött, és megválaszolta, hogy mit mondott a Fridláda. Mit mondott, mondom. Ez nem egy doboz. Bár a rádió is egy doboz, aztán mond valamit, de ez nem, ez egy intelligens doboz. És már 1000 évek óta működik, ez jól meg van csinálva. 3000 éve biztos működik. Ez eredetileg volt Izraelben is, aztán onnan elcsaklizták, a Bölcs Salamonnak a fia vitt el Etiópiában. Mert az anyja volt ott a Etiópiában a főnök, a királynak. És ez ennek sokkal régebbi, sokkal másabb forrása van. Tehát ezt úgy hívták ezt az első királyt, aztán aki ebből király lett később, hogy első Menelik, ez volt az első császár Etiópiának. A császár az ugye több ország fölött hatalommal bíró egyén, az nem egy ország fölött király, hanem az több ország fölött egy nagy birodalom fölött van hatalma. Bizonyára volt is neki, nem földi fegyverekkel szintén felszerelve, nem földi űrhajókkal, űrhajókkal. Tehát semmi köze ahhoz, amit itt most hisznek, gondolnak a történelmről, semmi köze nincs. Semmi, tényleg, semmi köze nincs. Nem azt jelenti, hogy azok nem tudtak kelkáposzta főzeléket főzni, vagy mit tudom, nem erről van szó. De a technikával nem azon a szinten tartottak. Tessék csak egy kicsit jobban elgondolkodni. Tudnánk-e olyan piramist építeni, mint amikor a piramisok vannak a Földön? Nagyon nagyok is vannak. Tehát már a Boszniában lévő piramis is sokkal nagyobb, mint a Keops. Mert 220 méter magas, és az alapterülete is sokkal nagyobb. Tehát jóval nagyobb. És ezek a piramisok olyan alakúak, mint itt, ebben a nyílásban a lyuk. Tehát itt egy oktaéder van belül. Az oktaéder az azt jelenti, hogy 8 oldalú, 8 háromszög határolja. Csinálsz 8 egyenoldalú háromszöget, és ahhoz kiad egy szabályos testet, az 5 plátoni testből az egyiket. Ez a tetraéder, meg a másik test. Ezek egymásnak egyébként is a duális. Nem a tetraéder, nem duális, bocsánat. De bele lehet írni az oktaédert a tetraéderbe is, majd megmutatom nektek, hogy jó. Mert hogy nagyon érdekes ilyen térgeometriai játékokat játszunk, de a megoldás felé vezet. Tehát az, amit eddig nem tudott senki megcsinálni, azt kell megcsinálni. Nem azt kell megcsinálni, amit még százon már megcsináltak, hanem azt kell megoldani, amit senki nem tudott megoldani. Tehát hiába mondogatják, hogy felfedezték a gravitációs hullámokat, rossz fele keresik. Rossz módszerrel, rossz fele. Őrült sok pénzt csináltak, nagyon precízen megcsinálták. De akkor is rossz fele keresik. Tehát hatalmas berendezéseket építettek, 4 kilométer hosszú távcső. 4 kilométer, a Földön fekszik. Ilyen ez a távcsővel mit lehet megnézni? Amerre néz? A
Hát a más tavval nem lehet megnézni, hát nem lehet utána fordítani sehol. Fordul a földdel, állandóan fordul a földdel. Tehát az égnek egy sávját le lehetne vele tapogatni. De nem jó, hogy csinálják, mert a Michael Morley kísérletet ismételgeti fantáziátlanul. És hogy ebből ki tudnának zökkenni ebből a Michael Morley kísérletből, akkor csak az egyik szárával olyan képet tudok vele alkotni, amilyet akar. Tehát képet alkotni. Le lehet vele tapogatni az eget, egy vonalat le tudsz tapogatni, ahogy forog a föld, egy irányba mutat, ez annyira irány, 4 km hosszú, az már nagyon irányérzékeny. És én nekem a 40 centis mérőfejem is annyira 100 fokra irányérzékeny. Hát azért az nem rossz. Tehát a napot már le tudom tapogatni 50 pixelben. Az már jó. Mondom, a napot letapogatni. Bocsánat, nem 20 millisekundumig gravitációs hullám jeleket érzékeltünk. Nem! Letapogatni, képi alakítani. Őrült nagy különbség. Tudod, hány éve van meg? 30. 30 éve megvan. Publikáltuk, leírtuk, a méréseket leírtuk, angolul, oroszul, jól van leírva, sem a kutyát nem érdekli. Azért nem érdekli, mert olyan messzire van a mai gondolkodástól, hogy nem is érti, hogy miről beszélek. Tehát majd, hogyha hozzá, most már lehet gravitációs hullámokról beszélni, mert ezek az okos tojások már talán Nobel-díjat is kaptak, érted? Tehát minden rendben van. Csak hogy az a probléma, hogy ők is a gravitációs hullámokat fedezték föl, de azt már már felfedezték réges-régen. Tehát réges, a Huygens felfedezte már a gravitációs hullámokat, vagy a csillagászok, akik a csillagászati spektrométereket szerkesztették, felfedezték végül a gravitációs hullámokat. Mindig felfedezték, újra és újra, és mindig eldobták. Mert hogy ez egy zaj. Miért zaj ez a gravitációs hullám? Mert léthullám. Mi az, hogy léthullám? Minden, ami létezik, ilyet kelt. Minden. Nem kell hozzá fekete lyuk. A fekete lyuk keltő a legnagyobb zaj. Miért? Mert sok anyag van. Tömöre. Ami híg, az nem kelt ilyen nagy zajt. Mondjuk egy csillag. Az is kelt zajt, de nem ilyen nagy. Egy fekete lyuk, na, ott aztán már bőven van anyag, mert mint tudom én, van amelyikben már ilyen több millió csillag van összezuhanva egy kupacba. Na, annak már van tömege. Nagyon nagy. És nekünk az a legfényesebb objektum. Tehát letapogatásnál nekem az X egy gyönyörűen jön, a hattyú csillagkép nyakán van, gyönyörűen jön. De egy gyönyörű színes zajt ad. A többi nem olyan zajt ad, de nem egyforma zajt adnak, az az érdekes. Ennek ilyen teljesen színes zaj van, ilyen mindenféle színű az álszínes képünkön. Itt van a bizonyíték, hogy a gravitációs hullámokat már milyen régen felfedezték. Ugye, mert a gravitációs lencse, ez egy ősi, réges-régen érzékelt valami, az, hogy ilyen fényív darabok, mint hogyha valami hiba lenne, ilyen fényív darabok jelennek meg a felvételeken, a csillagászati felvételeken. Mi a franc az a fényív? Ilyen zavaró fényívek. Ugyanaz, mint hogy a fényképészetnél mondjuk írta, ilyen moarék jelentek meg a képen, vagyis, hogy ilyen hullámzások, ilyen nem oda való, nem volt éles a kép. Tehát csinálta egy fényképet, és tele volt ilyen morék. A francban megint csinálta egyet, akkor mondjuk nem annyi volt, na ez jó lesz. De már felfedezték ott is a lényeget, csak nem jöttek rá, hogy mit fedeznek föl. Tehát futkároznak a dolog után, de közben nem tudja elmondani, hogy az optika miért működik, úgy, hogy működik, meg a fénytörés miért működik. Nem tudja, mi a fénykvantum, nem tudja. Rajzolgati ilyen színusz hullámokat, de ha nem olyan a fényfontú. Nagyon száz és száz dolog mutatja, hogy nem olyan. De erőtetik, mondják, benne van az összes tankönyvben. Nem is elektromágneses hullám a fény. A rádió hullámok azok elektromágneses hullámok, de a fény az nem. Különben rádióvevővel lehetne venni, de nem lehet. Olyan frekvenciájú rádió hullámot is lehet csinálni, az megint más. Tehát a rezgésszáma lehet annyi, mint annak a fénynek, de az, amit magyaráznak a fények kapcsolatban, hát az úgy zavaros, ahogy van. Nem tudott már most a 150 éve eredményre jutni a fizika. Miért nem? Mert egymást lesegetik meg, egymást gyalázzák meg, fúrják, mint a politika tisztára. Teljesen. Egymást anyázzák, fúrják, faragják, mindent hülyézik, minden van. Csak éppen nem oldják meg a feladatokat, mert azzal arra nincs idő. Egymásnak a fúrásában megy el minden. A KFK igazgatója
vezérigazgatója, a rádióban hallottam, ami azt mondja, hogy hát az én munkatársaim azért dolgoznak, mert nagyon gyűlölik egymást. Most erre mit lehet mondani? Hát, utálják egymást, azért dolgoznak. Mert hogy miért kellene, hogy így legyen. Tehát nem, mert nem tudtak olyan munkahelyi légköri dolgot csinálni. Tehát a munkahelyi légkör, azt nagyon nehéz megteremteni, hogy egy munkahelyen jó legyen. Biztos dolgoztál olyan helyen, ahol jó volt a munkahelyi légkör, nagyon jó volt bemenni, mert reggel is. Vidámak voltatok, el voltatok, megcsináltatok a munkát rendesen, akár ötször annyit is meg tudtatok volna csinálni, nem volt probléma. És akkor el voltatok, aztán vidáman el voltatok a kollégákkal. Nem hajkurászott a főnök, nem lesett állandóan utánad, nem piszkált állandóan, nem tolt le minden hülyességgel. Bementem reggel, a főnököm avval kezdte, hogy letolt. Persze, mert székrekedése volt. Komolyan nem hülyeskedek, székrekedése volt. A János bácsinak székrekedése volt. És akkor engem letolt, utána kirohant a klotyóra. Mert az idegeskedéstől megjött neki. És én voltam a sajtója. Szóval elmentem egy hét szabadságra, és már kék volt, zöld volt a falja, akkor bementem. És utána szinte ordítva letámadott, hogy elkéstem, de 8-ra mentünk, de már fél, de még csak 7:30 volt. Szóval nem, hogy elkéstem, szokatlanul hamar értem be. De neki valamiért nekem kellett támadni, hát persze, mert már egy hete nem volt a klotyon. És akkor nekem támadt is, elkezdett fel ordítozni, jön ki a klotyóra, mondom, na, fönök, megjött a széklete? Mert hogy tudtam én, hogy az azért esik meg, nem foglalkoztam, én mondja magáit, jó, nem számít. Nem csináltam bele ügyet. Egyébként abszolút emberi dolgokban problémája volt a feleségével valami, akkor leült velem és tőlem kért tanácsot. Pedig sokkal idősebb volt, vagy 20 évvel nálam. És tőlem kért tanácsot, hogy hogy oldanád meg, hogy csinálnád meg, mit tudom én. De csak akkor, amikor négy szem közt voltunk. Egyébként a többiek előtt állandóan verte magát. Hát jól, húztam egyet a vállamon. Nem csináltam én ebből ügyet. Most az embereknek egy jelentős része, különösen a nők, azok ilyen hisztit csinálnak belőle, meg félelmet, meg rettegnek a főnöktől, meg retteget tőle az ipari áram. Nem foglalkoztam én vele. És tényleg nem is volt neki értelme. Fizetésemmel is nem kaptam, de hát úgyse kaptam volna. Tehát ezek a gravitációs lencsék, vagy a fényforrások, egymás mögött lévő fényforrások, a csillagok, elgörbítik a fény útját, mert hogy ezeknek a galaxisoknak vagy csillagoknak nagy a tömege. És a nagy tömege hullámtereket áraszt ki, ami elhagyja a csillagot, vagy a fekete lyukat, vagy az akár elhagyja. És ahogy elhagyja, egy hullám, egy optikailag viselkedő hullámteret hoz létre. Ezt mértük először, hogy lehet optikailag mérni a gravitációs hullámokat, és lehet. Nagyon egyszerű módszerekkel. Nagyon, nagyon szívesen elmondom, ha valaki ezt meg akarja ismételni, ezt a mérést, akkor elmondom neki. Sőt, valaki kért tőlem Szlovákiából Wolfram drótot a méréshez, szívesen küldök neked, de légy szíves, írjad meg a címedet, posta címedet, mert ezt nem tudom betenni az e-mailbe. Úgyhogy posta címedet küldje, de mert nem tudom. Lehet, hogy valamit már küldött is nekem, vagy mit tudom, mert küldött, igen. Csak én nem tudom, akkor sem tudom a posta címét, mert a dobozzal együtt, ami hozta, azzal együtt ki lett dobva. Úgyhogy ez a címe. És akkor így már nem tudom neki a címét. És én annyira nem vagyok precíz. Szóval, és mindig van egy asszony, aki kidobálja, szóval azt tudom, ismeritek, ugye? Akinek az útjában van, amit nem tud, az mi az, akkor az dobja kifelé. Hát, így működik. Tehát itt van elmagyarázva a gravitációs lencse, hogy jut el a Földre a fény, egy nagyon távoli galaxisnak a fénye, elgörbülve teszi meg az utat. Igen, és még ráadásul a színek szerint is szétszeparálódik, mint a lencsékbe, meg a prizmákba szétszeparálódik, az azt jelenti, hogy szétválasztódnak a színek, mert hogy nem egyforma a futásidejük. A fény futásideje nem egyforma, mert azt mondják, hogy vákumban egyforma, csak akkor mondd meg nekem, barátom, hogy hol van vákum. Mert a világűrben vákum van. Jó. Mondom, akkor innen az Andromédáig csinálj egy alagutat, egy kilométer átmérő alagutat. Kerek alagutat. Innen az Andromédáig. És akkor azt mondod, hogy köbkilométerenként van egy-egy atom.
Hát annyi biztos van. De ennél több is van. Na most akkor ez a köbkilométeres, hány köbkilométeres kockán, vagy csövön, vagy hengeren keresztül megy el innen az Andromédáig a fény, vagy onnan idáig? Mennyi? Hú, ez az 2 millió fényévre van ide, vagy másfél, nagyon messzire van. Na most a 2 millió fényév, akkor a fény, fénysebességből ki lehet számolni, a 300 000 kilométert megy nagyjából egy másodperc alatt, ki lehet számolni, hogy hány ilyen kockát kell egymás mögé rakni, hogy elérjen az Andromédáig, és akkor ki fog derülni, hogy baromi sokat. És mindegyikben csak egyet atomkóborról, akkor is egy nagyon vastag légkörnek felel meg, mire innentől a fény megteszi az utat odáig, vagy onnantól ide. Tehát nagyon-nagyon sok atom mellett megy el, nagyon közvetlenül, vagy fél kilométerre, mert mondjuk azt mondtuk, hogy egy kilométerszer kilométeres kocka legyen mondjuk, akkor a kilométerszer kilométeres kocka, hogyha a közepén megy pont egy lézersugár, akkor elmegy némelyik atom mellett közvetlenül mellette, vagy neki is ütközik, és van, amikor fél kilométer van tőle erre, vagy arra, vagy arra, vagy arra. Tehát akkor fél kilométer van. És minden atomnak fél kilométerre is van hullámtere. Csak egyre gyengül, a távolság nézetével gyengül. De csak a manipulatív hatása gyengül, az nem jelenti, hogy a gravitációs hullámok legyengülnének. Azok időhullámok, réteghullámok és a téridőhullámok nem gyengülnek. De nem van. Itt van a prizma. Nézd meg, hogy a 450 nanométeres vörös szín, vagy a 400 nanométeres ibolya, ugye nem egyformán törik meg. És hogy nem, a sokkal kisebb energiájúnak mondott vörös, az kevésbé törik meg, mint a sokkal nagyobb energiájú ibolya. Na erre varják gombot. Érted, hogy milyen probléma ezzel? Tehát, hogy a célövöldébe kilősz egy skulót, a nagyobb energia elmegy legalább a bádogig, a másik meg ráesik a csukádra. Olyan kis kiköpi a kiherélt puska, leesik a cipődre. Melyik volt a nagyobb energiájú? Amelyik elment a bádogig. Csak azon nagyon érdekes, hogy a vörös megy a bádogig, és nem az ibolya. Tehát sokkal jobban elkanyarodik, igen, mert az ibolya színű fénynek kisebb az energiája, csak nagyobb az áthatoló képessége, vagy behatoló képessége is mondhatjuk. És ezért sokkal jobban ionizál, de nem azért, mert nagyobb energiája van, hanem azért, mert kisebb fel akkor áll. Ugye az egyiknek a hullámhossza 750 nanométer, a másiknak 400 nanométer, tehát hogy nagyjából a fele. Ugye? Nagyjából a fele, mert ha 800 lenne, akkor pont a fele lenne. Tehát az a lényege, hogy egyáltalán nem jó fele indult el a fizikánk. Rossz következtetéseket mondtak le, rossz fele mentek, vagy direkt, és hülyének néznek minket szándékosan, vagy egyszerűen nem jöttek rá, mert annyira el voltak egymással foglalva a fizikusok, az állással, a hizével, mindennel. Mert nem igaz, hogy ezt nem kellett volna már erre rájönni, és nem jöttek rá. És hogy nem, mondjuk ha megnézed az eget egy infratávcsővel, én nézegettem infratávcsővel az eget, sokkal több csillagot látsz az égen, mint a szemmel látható fényben. Tehát a látható fényben kevesebb csillag van. Ránéztél az infrába, tele van az ég, iszonyatos sok csillag van, de infravörösek az azt jelenti, hogy már csak arról a csillagról, már csak az infravörös tudott idáig eljönni, vagyis az a nagyobb energiájú. És kevésbé térítődik el az a másik. Nagyon érdekes dolog, tehát már a gravitációs hullámokat ott is felfedezték. Felfedezték a fényelhajlásnál, a diffrakciónál, az igazából ott is egy fényelhajlás, félsík vagy rés, az teljesen mindegy. Tehát egy résbe erre is elmegy, meg arra is elmegy egy résznek a két falánál, ugye? Vagy pedig csak egy félsíkot teszek, akkor csak elkanyarodik. De miért kanyarodik el egy ilyen ócska bádog lemez mellett? Miért kanyarodik el? Ez a kérdés. Hát azért kanyarodik el, mert az atomjai nem kompaktak. És az a hullámtér, amit ezek állandóan árasztanak maguk, az a gravitációs hullám. És az mindenen átható. A gravitációs hullám nem hatolna át mindenet, tehát elektromágneses hullám lenne, mert a rádióhullámok nem hatolnak át mindenet, le lehet árnyékolni. De a gravitációt nem lehet csak így árnyékolni.
Tehát ha le akarod ezzel árnyékolni, vagy ólomlemezzel, ha igaz lenne, hogy leárnyékolható, akkor egy ekkora ólombolyónak a fajsúlya, összfajsúlya, az akkora lenne, mint a söréti. Tehát leárnyékolva. És hogy ha le lehet árnyékolni, akkor változna a fajsúlya, de nem lehet leárnyékolni. Mert akkor könnyebb lenne, mert a nagy ólom elnyelné a gravitációs hullámokat, de nem nyeli el. Úgy megy át rajta, mint a húzó. És a Földön is, akármi. Itt vannak az atomok. Nézd meg, ezek atomok. Amiket látsz, az a kis pötty, az egy darab atom. De ott a hullámtere. És látszik a hullámtere. Látszik, hogy nem kompakt. Ezt az IBM laborban csinálták, ezt a kis manót. Rajzfilmet csináltak atomokból. Na most, aki már idáig eljut, az már azért tud integrált áramköröket is gyártani, tudod? Mert összerakja atomonként, amit akar. Az nem semmi. Igaz, hogy az nagyon drága, de ha valami nagyon fontos dolgot kell csinálni, akkor meg tudja csinálni. Tehát az a pöty, az mindegy egy atom. Ilyen pácika ember csináltak belőle, és a pácika ember labdázik avval az egy darab atommal. És ezt aztán megcsinálták mozgóra. Tehát egészen fantasztikus, itt szintig eljutottunk, de itt nagyon jól látszik, hogy ott körülötte ilyen hullámok látszanak az atom körül, ha megnézed, mindegyik körül, és az eredőjük is látszik. Az is látszik, hogyha több atom van, akkor ilyen kockás lesz ott mellette a tér, látod? Tehát olyan ilyen kockásszerű lett a tér, mert ilyen erősíti, gyengíti egymást ez a hullámrendszer, pontosabban ezek egymáson akadálytalanul láthatónak, viszont a letapogató rendszeren nem. Azokat megváltoztatják ezek a terek, mert az atomokat ezek tartják a helyükön például, benned is. Tehát benned az atomokat egy holografikus tér tartja a helyén. Mindenkiben. Az állatokban, növényekben, emberekben, bolygóban. Mert a bölyök kristályokban, mindenben. És ez a holografikus tér, ilyen, megtalálta a Péter az atomokkal a dolgokat, hogy lehet atomokkal adatokat tárolni. Ezt olvasd ki csak úgy egyszerűen. Ugye, hát ez már nem olyan egyszerű, tehát ez már nem elég az, hogy a konyhaasztalon tudtam valamit varázsolsz. Ez már nagyon kell. Egyébként egy ilyen jó nagy berendezéssel csinálták ezt, láttam azt a berendezést, piszok nagy cuccot csinálták, mélyütésben meg, mint tudod, szóval nagyon dolgoztak vele, de megcsinálták. És ennek a világon semmi értelme, látod, ilyen rajzfilmeket csináltak atomból. És akkor ott a labda. Az egy atom ide-oda van mozgatva, és úgy néz ki, mintha egy kis labda lenne, és akkor játszik vele, és így tovább labdázik egy atommal, látod? Tehát ezt meg lehet már csinálni. Tehát idáig eljutottunk, ez őrült nagy fejlődés, gyerekek. Hát ez akkora fejlődés. Tehát a tudománynak ez egy őrületesen nagy fejlődése. Az alapelvekkel van baj. Nem az amaterializmus jó dolog. Hát ez, rengeteg dolgot megfejtettünk, megértettünk. Ez jó dolog. A baj akkor kezdődik, amikor alapvető dolgokat azt mondja, hogy nem lényeges. Tehát például az idő egy nagyon alapvető dolog, olyannyira, hogy szinte a legalapvetőbb dolog az egész világegyetemben, nem szinte, hanem így van. Tehát tényleg a legalapvetőbb, mert minden az időből keletkezett. Belőle van, belőle áll, belőle működik, minden. És attól dinamikus, és attól működik, és attól hullámszerű. És ez a hullámhoz nem fogy el az energiája. Nem kell semmit csinálni neki, hiszen ő maga is egy időhurok. Tehát az időforrás is egy időhurok, akkor ezekben az atomok is azok egy nagyon-nagyon bonyolult időhurkot, tehát ott aztán olyan visszacsatolási rendszer van, nagyon bonyolult tánclépéssel, de eltáncolják a teremtést az atomok. És ezt írja le a Mózes 5 könyve, képzeld el, az egyik szintjében leírja. Elmondja, hogy az atom belsejében minden forrást elnevez, a 740 ezer forrás nem kevés, mindent elnevez, de már azért csak a nevezetes forrásokat emeli ki, mert például azt mondja, hogy
mit tudom én, volt az Ábel, és az Ábelnek volt két gyereke, a Juliska meg a Jamariska, szóval így elmondja, és még a többiek. De már azokat nem is részletezi. Tehát, és még sokan voltak gyerekei. Persze ezek 1000 évig éltek, 500 éves korában bedobta a gatyáját az öreg az ágyban, még gyerek lett. 500 éves korában. Vagyis, hogy nem ilyen test volt. Bocsika. Nem ilyen test volt. Mert hogy ebben a testben 120 évig lehet maximum élni, és kész. Nem lehet tovább. De különleges esetek vannak, tehát van a Földön legalább 5 olyan ember, aki 2000 évnél idősebb. Vagy 5 olyan ember is van. És Földön kívüliek meg még ilyen 8-10 ezer évig is élnek még. 8-10 ezer évig. Tehát nagyon hosszú életűek is vannak benne, de a 2000 év az nem ritka. Az nem, a 2000 éves az nem ritka, hanem sok, olyan sok. Rájönnek az élettechnikáira, mert az élethez azért nem árt technika. Rájönnek a vírusokat, hogy lehet ártalmatlanítani, rájönnek, hogy lehet a baktériumokat ártalmatlanítani, mert értenek hozzá már. És amikor már értenek hozzá, akkor el tudják úgy pusztítani, hogy a veszélyeket elhárítják. Tehát már ilyen mikrorobotokon gondolkodnak, hogy egy darab vörösvérsejtbe injekciót tud adni. Most az egy vörösvérsejt azért nem túl nagy, tudod. Egy szabad szemmel nem is látod. Olyan kicsike. A mikroszkóp alatt már látod. És ez a, már ilyen robotokat terveznek, ami akkora, mint egy vörösvérsejt. Azért az már nem semmi tudomány lesz, amikor ezt megcsináljuk. Ezt megküldik az érbe, és ez megfogja egy vörösvérsejtet, és beadja neki azt a speciális anyagot, amivel gyógyítja, és kész is. Meg tudja csinálni. Fantasztikus. És már idáig majdnem eljutottunk. Ugye most már atomokat tudunk mozgatni, az előbb, amit néztünk. Ha atomokat tudunk mozgatni, akkor avval ha iszonyatos nagy költségekkel, de össze lehet rakni egy ilyen robotot. Atomokból összerakod. Tehát meg kell tervezni, és akkor össze kell rakni, mint egy legót. És összerakod, és az működni fog. Tehát fantasztikus. Az életnek az anyagai is, hát fantasztikusak, hogy őrület, mik vannak benne. Nagyon sokat tanulhatunk belőle. Tehát mit tudom, azt gondolod, hogy az evolúció fejlesztette ki a szöcske lábába a fogaskereket? Nem fogod elhinni, hogy a szöcske lábába a fogaskerék van. Ilyen kapaszkodó fog, rendes fogaskerék van. Halál érdekesen néz ki. És hogy a két lába szinkronba ugorjon. De össze van ilyen fogas ív. Ami rendes fogaskerék ív van, és akkor ahogy elugrik a lábával, a két lába egyszerre egyformán ugrik el, mert ilyen csámpákat ugrott. Na de az evolúció fejlesztette ki tényleg, hogy mindig félreugrott, és akkor utána egyszer csak majd fogaskerék keletkezett rajta, ne viccünk. Tehát éppen ezben az őrület, hogy amikor már az eszközeinken jó szkenner elektromikroszkóppal ezt már nagyon lehet látni, és akkor már, és van ilyenünk, Magyarországon is van, tehát mondjuk az ELTE-nek van, mert a másik mikroszkópja az nálam van. Az elektromikroszkópja nálam van. És ott van a fogaskerék, tessék, megtaláltam Péter, nézd meg. Ez a szöcske lába, nagyon fölnagyítva. A két lába között van egy ilyen kapcsolat. Hát az agyrém. Ez egy agyrém. És ott van, ez nem kitaláció, ez ott van. Na most hát, hogy tervezett a világ, azért ebből sejlik, hogy itt valami nagyon nem gömbölyű, hogy van az angyaloknak is humora, tudod? Akik tervezik a lényeket. Hát az egész életnek az az értelme, mert azt mondják, hogy meghalunk, és akkor az örökké valóságban írtak most egy fiatalembernek, hogy az örökké valóság, és azt ígérte nekünk Jézus Krisztus, hogy mondom, örökké valóságban is vissza fogsz kerülni, először visszakerülsz Istenbe. Hát annak mi értelme van, akkor nem leszek a Kovács Béla. Kovács Béla is leszel, meg az összes, ami voltával, az mind leszel. És nincs, akkor már jelentősége van. Akkor átlátod az egészet. Akkor látod azt, hogy mi volt az egésznek az értelme, hogy te ezeket az életeket leérted. Nagyon-nagyon belelátsz abba, hogy mi miért történt benne. Akkor belelátsz. Honnan nézve már?
hű a francba, ez se véletlen volt. És hogy végignézed, akkor ugyanolyan, mint hogy a fogaskerék a szöcske lábában sem véletlen, hanem tervezett. És először ugye eljutunk majd a 4D-s világba, innen a 3D-s világból, a lelkek minden jutnak, tehát a lelkeknek ez az útja. Eljutnak a 4. dimenziós világba, és aztán az 5. dimenziós világba, aztán visszajutnak megint az elsőbe. De akkor mi értelme az egésznek? Hát megint az első. Hát körülbelül ugyanaz az értelme, mint az, hogy elmész az egyetemre, elvégzed, tanár leszel, vagy óvónő, vagy mit tudom én mi, és aztán visszamész az óvodába, és vagy a bölcsődébe, és az ingyom-bigyom tálibert énekled a gyerekekkel. Tutáliber, Málisber, Azerdőbe. De közben ugye elvégezte az egyetemet. Tehát akkor minek kellett ez egyetemet, Tutáliber, Máliberhez? Hogy profin tud csinálni. Tehát visszamész tanítani. Amikor visszamész az iskolákba tanítani, akkor profin tud csinálni. Ugye a gyerekekből még jobb alapanyagot csinálj majd a következő iskoláknak, még jobb legyen az egész, még messzebbre tudjál jutni velük, és azért egy-egy jó tanár, csak hogy vedd észre, hogy egy-egy jó tanár, mondjuk egy vasori gimnázium, mondanék ilyet, evangélikus vasori gimnázium, ahol tényleg nagyon jó oktatás volt, azokból néhány Nobel-díjasunk kijött, tudod? Abból a gimnáziumból. A másikból miért nem? Egyébként abból is, ahová jártam, onnan is nagyon jó fejek jöttek ki, de nagy, híres emberek is jöttek ki, és az osztálytársaink között is már vannak. Jó néhány egyetemi tanár, meg mit tudom. Tehát pedig akkor ilyen kis porbafinkó 8. kerületi gyerekek voltunk. És mégis egyetemi professzor lett belőle. És ez a lényeg, hogy mert jó előkészítést kaptunk. Nagyon jó kémia tanár volt, az nem a fegyelmezéssel volt elfoglalva, hanem a kémia tanítással. És meg is tanultuk a kémiát. Együtt robbantottuk fel a labort. Persze, de milyen jó volt. Nagyon jó volt. A nitroglicerint bedobta a izébe. Csináltam nitroglicert, azt benne felejtettem az exikátorba, a szárítóba. Azt úgy kiszárított egy hét alatt, hogy így megmozdítottam, és ilyen hangot adott. Aj, mondom, tanárul ez nagyon durva. Csak adtam a kezébe. Mi ez? Mondom, hogy macskásnak hívtak a beszenemben az autó. Mi ez macskás? És akkor mondom, ez nitroglicerin, ne tessék rázogatni. Bedobta a képcsálva, hogy BOOM! Az összes ilyen egyszer mólos logokat, savakat így lenyomta a bárványasztalról a francba, minden összetett. Ott ültünk a híg lögybe, már másnapra lejött a gatyák valaga, mert savak megették. Kénsav az nagyon aljas, betömenyedik a gatyádon. Betömenyedik, az olyan, hogy hiába hígított, elpárolok belőle a víz, egyre töményebb lesz, és megeszi a gatyádat, nem vacakol. Tudod, amikor akkumulátorra baromkodsz, és akkor kicsit rá elspricceli magát valami, és akkor másnap a farmerodon tele van, megsörétesznek volna a puskával, tele van lyukakkal az egész gatyád. Megeszi rendesen. Betömenyedik, ahogy megszárad, szépen ki is eszi, ott a lúg. Na, ilyen ez. Tehát, és ezt tudni kell, mert ha szemedbe megy, akkor szemeden is ott a lúg. Mert ott is betömenyedik, ha nem gyorsan öblögeted ki. És nagyon kell öblögetni, mert ha nem bővízzel öblíted ki, akkor azt is be fog tömenyedni, mint a csipa. Csak hogy ez kimarja a szemedet. A csipa csak szúr. Tehát nézd meg, ez is a természetben van, ami kapócának a lábában. Nézd meg, hogy micsoda precíz fogaskerék. Nézd meg, hát ilyen a mesében nincsen. Két szabályos fogaskerék, és ezt a természet alkotta, tehát nem az ember találta föl. Igen, mert az tervezője, akárhogy próbálta elugratni a szöcskét, az mindig oldalra ment. És akkor olyan francba kéne menni, tegyünk rá egy fogaskereket, rárakta. És hogy a DNS-e, hogy a francba adja ki ezt a fogaskereket? Mert ez benne az érdekesség, mert ennek tengelye van tulajdonképpen. Tehát hogy ad ki egy ilyen fogaskereket, ami így működjön? De ennek ugye a távolságát tartani kell, kicsik a fogai, mert ha kicsit eltávolodik, akkor már elugrik a racni. Fantasztikus. Van-e valami kérdésetek? Parancsolj, Ferikem! Van egy kémiai kutatásorozat, hogy a
náci párti, és mivel éppen jó előtt... Ne politizálj, Feri! Olvastam ilyen, tehát egyik magazinban, ami csak erről szól, úgy jönnek össze a dolgok, hogy az a híres bogárrepülő tekinthető-e vajon a Glocke elődjének? Bogárrepülő? Milyen bogárrepülő? Az, amit a Lebenyikov bácsi... Lebenyikovnak a bogárrepülője. Az egy ilyen, de egy roller olyan volt, egy ilyen dobozka, és akkor arra ráállt, és tessék, és csak ide! Itt a hallgatói kérdés, látod ezt? Mivel kezdődik? Grebenyikov. Na, ilyet hazudjál. A Grebenyikov repülő platformán gondolkoztam, és arra jutottam, hogy talán ezért lehetett képes egydimenzió buborékot létrehozni, mert a saját lelkében lévő térforrás hozta létre. Nem lehetett. Viszont nem gondoljuk feltétlenül tudatosnak a dolgot, így a rovarszárnyak furcsa működése, ami felerősíthette a lelkében ezt a dolgot, ami által rétve, micsoda, létrejött? Na, létrejött a dimenzió buborék. Igen, mert így, és akkor ráadásul időutazás is létrejött. Tehát ez volt az érdekesség a Grebenyikovnak, hogy egy bizonyos rovarnak a szárnyaiból csinált valamilyen hasábokat, amiket ő elforgatott és azzal tudta őt irányítani, és ezzel fölrepült a felhő magasságába, és rendesen tudott vele repülni, mint egy roller rád, és akkor az ilyen, mint a két gázkar lenne rajta, vagy gáz bovden, bovdenokkal húzogatta egyébként, mint a kis motorokon, és akkor egy bovdennel húzogatta ezt a cuccot, hogy nyitotta ki, hogy kormányozta, azzal tudta kormányozni, ez csak egy merev, nem lehetett így forgatni, hanem csak egy merev valami volt, és két ilyen izé volt, de a tankon ugye két motor van, és akkor az egyik lánctap együtt megy, a másik egyenesen megy, az egyik lánctapot fékezed egy kicsit, akkor elkezd kanyarodni. Ez súlyan olyan. És röpkedett vele, és az érdekes, hogy lentről nem látták. Vagy láttak egy ilyen fényt, de őt nem látták, vagy láttak egy ilyen furcsaságot, ilyen torzítást az égen, mint hogyha így kikerült volna a fény, és látták a mögötte lévő dolgot, tehát ilyen nagyon furcsa dolgot csinált, ez egy ilyen dimenzióbuborékot hozott valahogy létre, és ezzel repkedett össze-vissza, és felemelte az embert, tehát volt annyi erő benne, hogy föl tudta őt emelni a levegőben. Nagy örömmel repkedett vele, aztán a kutya se hitte el neki, az akadémikusok lehülyezték, lecsalózták, lehülyezték, szóval minden volt. Még megvan ez a rollerje, valahol az oroszoknál, láttam a filmen, hogy van ilyen kiállítás, és akkor oda jönnek a kiállításra, és lehet nézegetni, és itt repül vele. Hát persze azt mondták, hogy Photoshop, meg csalás, meg minden, persze azt mondták, persze, mert álma nincs a fizikusnak, hogy mitől megy, na akkor azonnal csalás Photoshop, ez van. De ez egy ilyen szerkentyű volt, amivel ő fölemelte, megcsavarta egy kicsit a gázbotnet és megemelkedett. De egyébként nem csak ennyire tudott megemelkedni, fölment a felhők közé is. Csak a fotósnak megemelte egy kicsit, hogy megemelkedett 30 centit, na nézd meg, hogy így működik. És működik. Az a lényeg, hogy működött, talán még mindig működik. Na most ez a repülésnek egy új technikája lenne, üregrezonátorokkal repül. A bizonyos rovaroknak a szárnyában üregrezonátorok vannak. Szerintem a cserebogár vagy a izével is működik, a szarvasbogárnak a szárnyát megvizsgálva is működik a dolog. Üregrezonátorok vannak benne. Háromféle technikával repül egy szarvasbogár, tehát háromféle repülés technikával, nem M1-jel, hanem háromfélével. Van egyszer neki egy aerodinamikai repülése azzal, hogy pupos ez a merev szárnya, azt így kitartja oldalra. De nem csapkod vele, hanem egy hártyás szárnyat kinyitogat alól, az ilyen ketté van hajtva ezeknél a rovaroknál, kinyitja, kétszer olyan hosszú lesz a hártyás szárny, mint ez a merev szárnyat, jó nagyra kinyitja, és akkor a hártyás szárny is érdekes módon repül, mert az sem a csapkodással repül csak, hanem még egy érdekesség van, mert a hártyás szárny tetején jön ki, apró dűzniken a levegő, amit így bepumpál a repülésnél. És ez a hálózat, ami látszik a hártyaszál légynek a szárnyán is, az cső, az nincs, nem a vérekering. Az az érdekes, nem a vérekering, hanem levegőt pumpál bele, ahogy repül,
és akkor a teteje jön ki, nem az alján fújja, hogy megemelje, logikátlannak látszik. Csak a tetején ilyen kis szőrök állnak ki a lukból így. Ha megnézed ilyen szkenner elektromikroszkóppal, akkor ilyen kis lukon így kiállnak ilyen, minden egyes lukból kiáll egy ilyen kis szőrszálszerű, ami viszont egy ilyen örvény valamit kelt benne, valami Kármán-féle örvénysort generál, és nagyon megváltoztatja az aerodinamikáját fölötte. Nézd meg a Grebennikovnak azok a annak a rovarnak a szárnyait. Nézd csak oda, mit csinál. Csipesszel megpróbálja rádobni a másikra, figyeld. Nézd csak, mit csinál. Teljesen bolondul viselkedik. Ez nem csalás. Jó, lehetne fújni forszívóval, mert én tudnék csalni, na. De nem, mert van nekem otthon ilyen szárnyam, és ilyen bolondul viselkedik. Van, hogy hol van nekem ilyen szárnyam? Hoztak nekem. Tartsunk egy kis szünetet, és akkor innen folytatjuk. Jó? Egy 5 perc szünet.